Szevasztok, Peti vagyok, az AVA Group Media csatornát nézitek. A mai videóban megmutatom nektek, hogy kell az Adobe Premiere Pro programmal videót vágni, darabolni, ügyesen, gyorsan, hatékonyan. Azzal kezdjük, hogy ugye az idővonalunkra behoztuk a teljes videót, a képanyag a hanganyaggal már szinkronizálva van, és elsőként fogjuk és földaraboljuk az egész videót a fontosabb részekre, hogy majd később finom megmunkálás alá kerüljön, ami egy következő epizód része. Mielőtt nagyon nekikezdenétek az Adobe Premiere Pro-val a videóvágásnak, ajánlom, hogy szerezzetek be vagy egy második billentyűzetet, vagy egy ilyen G13-as játékvezérlőt, de van rengeteg más márka is, ami erre megfelel. Miért mondom ezt? Mert az Edit menüpont és Keyboard Shortcuts pontja alatt megtalálhatjátok a billentyű kombinációkat, amiket nap mint nap kell használni, gyorsan kell használni, és például az, hogy ezt a videóanyagot egyszerűen valahol ketté vágd, az Ctrl-K. Tehát ennyi billentyű kombinációt senki nem fog megjegyezni, és nem fog tudni nap mint nap gyorsan használni. Mint ahogy mondtam, az első lépés az, hogy durván földaraboljuk a videót a főbb részeire, és utána ugye ez a videó például 3 nyelvben elkészült, és utána jöhet a finom megmunkálás, amely a következő videó része lesz. Az Adobe alapvetően nem egy rossz program olyan szempontból, hogy a JKL billentyűkkel az L-lel előre lehet lejátszani, még egyszer megnyom, hogy gyorsabban, még egyszer megnyom, még gyorsabban megy a videó előre, K-val megállítod, és a J-vel pedig ugyanezt visszafele. Tehát minél többször nyomod, annál gyorsabban teker visszafele. Vágáshoz pedig lehet használni a Q és a V gombot. A Q ettől a timeline indikátortól balra vág el mindent, és dobja el, a V pedig az indikátortól jobbra. Ezt én a G13-on ide a G3-ra, és a G5-re programoztam, a G4 pedig a Ctrl-K, ami ugye a sima vágás. Tehát akkor most vágjuk gyorsan össze főbb részeire ezt a videót. A zoomolás, tehát az, hogy közelebbre tudjál nézni a timeline-odon, vagy ki tudjál zoomolni, tehát közelíteni és távolítani a timeline-on, azt ennek a csúszkának a végének a húzásával tudod elérni. A következő az a ripple delete, tehát az, hogy egy ilyen üres részt ki tudjatok törölni, az vagy az üres részre kattintotok és shift delete gomb, vagy jobb gombbal ripple delete. Az audio sáv nagyon sokat segít abban, hogy hol kell megvágni a videót, például ha lejátszom, hallani egy cuppanást a mondat elején. Szervusz! Ezt a cuppanást simán ki tudom törölni, hogyha ideállítom. Tehát a cuppanás, ez a pici hanghullám itt, közvetlen mögé tudom állítani az indikátort, és Q-val kitörlök mindent, ami előtte van. Gyakran használom a Ctrl-K-t, hogy fontos részeket levágjak a többiről, azért, hogyha legközelebb a Q-t használom a vágáshoz, akkor nehogy azokat is töröljem.
következő két nagyon fontos billentyű számunkra az A és a V. Az A megnyomásával el tudjuk mozdítani mindent, ami az egértől jobbra van. Tehát itt megfogom, és minden, ami az egértől jobbra van, az elmozdul. Míg a V-vel tudunk visszatérni a normális egérfunkcióhoz. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, és osszátok meg ismerősétekkel ezt a videót. Találkozunk legközelebb is, szervusztok!